Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Grinket is Do It Yourself, és ma előveszünk egy olyan témát, amit már ti is kértetek tőlünk. Infrafilmet fogunk beszerelni. Ugye eljött a tél, egyre hidegebbek vannak, és itt a műhely fűtéséről is kell gondoskodjunk egy kicsit. Úgy gondoltuk, hogy a legjobb, ha egy ilyen infrafilmmel fogunk rásegíteni. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ez nem egy költséghatékony dolog, mert hogy az árammal való fűtés eleve nem az. Vagy így él a köztudatban. Viszont mivel nekünk csak időlegesen kell, és nem annyira, tehát egy elég szeparált helyen, mert ugye hát itt szoktunk mindig dolgozni, igen, ezért nagyon takarékossá tud válni ezzel, vagy ezután. De hogy fog ez kinézni, mit is fogunk csinálni pontosan? Nos, hát gyakorlatilag ugye van ez az infrafűtőfilm, amit szerintem már sokan láthattak. Mi ebből egy padlófűtést fogunk kialakítani, de nyilván csak azon a helyen, ahol mi járkálunk, és hogy ne kelljen semmilyen padlót felbontani és semmit csinálni, nagyon egyszerűen egy OSB lapot fogunk segítségül venni, erre az OSB lapra szigetelő réteget terítünk, infrafilmet, és a végén pedig egy laminált padlót teszünk a tetejére. Hát így a talajszintünk egy 2 centit megemelkedik, de ez nem számít. A fűtés érdekében elviselik. A fűtés érdekében ez jó lesz. Ami még fontos, hogy ez azért nagyon jó hasznot tesz például üzletekben, a pult mögötti részen és egyéb ilyen helyeken, és ha kiszámoljuk ennek a napi fogyasztását, akkor rá fogunk jönni, hogy nem is olyan sok ez valójában. Hiszen egy ekkora 2 négyzetméteres felület fogyaszt 260 wattot körülbelül, ami ha így napi viszonylatban 24 órát menne, akkor is nagyon kevés lenne, és még arról nem is ejtettünk szót, hogy igazából a lelke az egész történetnek egy hőfokvezérlő. Ugyanis ez a film hajlamos lenne rá, hogy túlmelegedjen, és hogy ez ne következzen be, és egyrészt az ő élettartalma is hosszú legyen, meg hogy egy szabályozott hőmérsékletű padlónk legyen, lesz hozzá egy hőfokszabályzónk, amelyeken egy szenzor van, és gyakorlatilag ő fogja kibekapcsolgatni a kívánt hőfoknál. Ezt beállítjuk egy ilyen testhőmérsékletre, és innentől kezdve bármilyen hideg legyen is, kevésbé fogunk fázni. Igen, abszolút egy meleg érzetet ad ugye a talpunkon keresztül. Amit még fontos megjegyezni, hogy ez egy árammal működő dolog, ha eddig nem lett volna világos, vigyázzunk vele, nem nyalogatjuk a bedugott vezeték végét, és csak óvatosan, mindenképpen. És akkor az elektromos részéről még annyit, hogy nem fogjuk megmutatni közelről a bekötéseket, mert meg annyi kritikát kapunk, még a csavarhúzó se áll jól a kezünkbe, azt mondták egyesek, úgyhogy némi önkritikát gyakorolva nem mutatjuk meg, hogy hogyan kötjük be, de be fogjuk kötni, és 220 voltra rá fogjuk jutni. Erre senkit mi nem biztatnánk. Aki nem szeretne ezt hozzányúlni, az majd hív szakembert. Aki meg úgy érzi, hogy elboldogul 2 darab vezetékkel, az be fogja ezt kötni magának. Miután mi ezt megvásároltuk, megvettük hozzá a speciális gyárlag hozzágyártott ragasztót, ami a kötéseket takarja, hogy az ne legyen életveszélyes, plusz felrajzoltuk a táblára, de majd ezt részletesen be is mutatjuk, a bekötési rajzát, hiszen ez egy végtelenül egyszerű dolog. Igen, szerintem akkor beszéljünk is egy picit a bekötési rajzról, hogyha már így van. Van ennek a kicsi kis készüléknek egy bemeneti pontja, ahol betápláljuk bele a feszültséget, van egy kimeneti pontja, amit pedig rá kell kötnünk az infrafilmre. Hogy ennek a filmnek a hőmérsékletét vizsgálni tudjuk, ugye ebből kiáll egy hőszenzor, amit szépen az infrafilm alatt fogunk elhelyezni ebben a szigetelő anyagban, kivágjuk a helyét, ez be fog bele süllyedni, és az infrafilmnek a hőfokát fogja ő érzékelni. Hát egy ponton, de hát végül is az egész annyi. Nagyon jól meg van ez konstruálva, valószínűleg az elején is ugyanolyan meleg, mint a végén. Tehát egy ponton elkezdjük vizsgálni a hőfokát, és ezt pedig innentől kezdve be tudjuk állítani, hogy mikor kapcsoljon ki. Így van. Úgyhogy szerintem kezdjünk is neki, mert nem egy bonyolult dologról beszélünk, legalábbis ami az összerakását illeti, úgyhogy szerintem rakhatjuk is, lássuk, hogy hogyan készül. Igen. Thank you.
Nos, ahogy láthatjátok, a fűtőfél már fenn is van a OSB lapunkon, már csak a tetejének a leburkolása maradt, ugye a lamináltal. Igazából már most a próbán esik át éppen, melegszik, tehát már most kezdődik a igen, és a szenzorunk szépen mutatja, hogy milyen hőfokon van. Nyilván, ha szobába építünk egy ilyet be, laminált padló alá vagy szőnyeg alá, akkor ott esetleg érdemes egy szobahőmérsékletet is figyelni. Vannak olyan termosztátok, amelyek azt is figyelik, és a szőnyeg hőmérsékletet is egyben. Mi nekünk ez nem kell, mi csak a padló hőmérsékletét fogjuk beállítani vele, és amit még esetleg láthattatok itt a két munkafolyamat, az egyik, hogy a végét leragasztottuk, mert a vágásnál a áramot vívő réz bekötő él. Az ott kilóg valamennyire. Igen, az a tusa végén kilóg, tehát a vágásnál azt gyári előírás szerint le kell szigetelni. Illetve a kötéseknél. Illetve a kötéseknél ugyanezzel a nagyon jól tapadó és vastag szigetelő anyaggal bevontuk. Érdemes elsülyeszteni ugye bármit, a vezetéket, meg minden egyebet ebbe a habba, hogy ne nyomja a filmünket, de onnantól kezdve működik a dolog. Igen, amit láthatatok benne, hogy maga a bekötése az nem túl bonyolult, tehát azért valamennyire ez valószínűleg látható volt, mindenképp vigyázni kell azzal, hogy árammal fogunk dolgozni, tehát nem bedugva, és nem áram alatt próbáljuk megszerelni, de igazából nem annyira bonyolult. Nem bonyolultabb, mint egy vasalózsinór, tehát körülbelül ezt a egyszerű bekötést, ezt aki már egyszer csinált ilyet, azt fogja tudni, vagy fogja érteni, hogy miről beszélünk. Úgyhogy mi most ezt az egészet leburkoljuk, és utána le tudjuk tenni a padlóra, és tudunk egy tesztüzemet használni. Amit lehet látni egyébként, az az, hogy kikapcsol, tehát időnként üzemen kívül helyezi magát, nagyon ügyesen teszi a dolgát, tehát... Jó, szerintem dobjuk rá a lamináltat, és lássuk, hogy akkor milyen a végkifejlet. Nos, ahogy a helyzet kinéz, már készen is vagyunk, itt már rajta állunk, már fűt, alulról érezzük a meleget, innestől kezdve a térre azonnal fel is vagyunk készülve. Van még néhány dolog, amit még el kell ezzel követni, hogyha otthon akarjuk beépíteni ilyen utólagos padlófűtésként, és akkor ezeket hallgassuk meg, én azt gondolom. Igen, ajánlják, hogy a film tetejére egy párzáró vagy egy fóliát helyezzünk el, ami megakadályozza azt, hogyha fölülről mégis a padlón keresztül valami víz érné, akkor ez elérje az elektromos részt. És nyilván innentől kezdve mellőzni kell a felöntéseket, tehát a padlón a vödörvíz és habosított ultra, mint ezt annak idején a hadseregben előszeretettel csinálták, na ezt a padlón mellőzni kell, amit egyébként amúgy is. Egyébként igen, a laminált padlónak többnyire jót tesz, ha nem áztatjuk agyon, de ebben az esetben meg főleg ugye, mert elektromos alkatrészek találhatók alatta. Amit fontos még egyszer elmondani, hogy a vezeték végét nem nyalogatjuk, csak azután dugjuk be, amikor meggyőződtünk róla, hogy ez teljesen rendben van, ha nem értünk hozzá, akkor hívjunk szakszerű segítséget. Leellenőriztetjük vele, és innentől kezdve használható, és ne felejtsük el, hogy ha a házban van egy fírelé, az nagyon sok mindentől megmenti a
óvatlan felhasználót. Így van. De vigyázzunk. Úgyhogy ennyi volt mára, hogyha tetszett, akkor mindenképpen csináljátok meg. Ha valami kérdésetek van még róla, akkor nyugodtan tegyétek fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!